A barna fehér, vagy vörös fehér tarka, az pedig a magyar tarka szarvas marha fajta. A, látjátok a különbséget, a fekete fehérek olyanok, mint hogyha fogyókúráztatnánk őket, de ez nem igaz. Ők ugye tejelő fajták, tehát ők minden energiájukat a tejtermelésre fordítják, tehát ők nagyon gyengék a húsformáik, mert látszódik ugye a csontvázuk. És hogyha megnézitek a magyar tarkát, pont ellenkezőleg, tehát ő neki a tejtermelése nem annyira jó, de még mindig amúgy nagy mennyiséget termel, mert hogy ő az energiáját még a hús raktározásra is fordítja. Tehát ezért ő kettős hasznos.